Top 100 14. alkalommal jelent meg a megye legjelentősebb vállalkozásait bemutató kiadvány. Bérfejlesztés a Nyíregyházi Egyetemen átlagosan 15%-kal emelkedik januártól a dolgozók bére. 10 milliós közfoglalkoztatási támogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések közül Kék és Tisza Adon nyerte el a Start Plus 2021 elnevezésű oklevelet. Idén is egy kiadványban mutatták be a megye legjelentősebb vállalkozásait. Az ebben az esztendőben már 14. alkalommal megjelent Top 100 Szabolcs-Szatmár-Bereg gazdaságát és a gazdálkodók elmúlt évi teljesítményét is elemzi. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A kiadvány bemutató rendezvényén elhangzott előadásokban az aktuális gazdasági helyzet mellett a járványhelyzet munkaadóknak és munkavállalóknak okozott nehézségeit emelték ki. A jelentősebb megyei cégek és vállalkozások vezetői adtak találkozót egymásnak csütörtökön az egyik nyíregyházi szálloda dísztermében. A hagyományos Top 100 kiadvány bemutatása alkalmából gyűltek össze. Ad egy képet valamennyik számára, hogy a megyében egy versenyző is szól, hogy tetszik, ki hogyan szerepel. Tehát a Top 100 visszigazolja az egyes vállalkozások megyén betöltött szerepét is. Most tény, ebben az évben, tehát a számokat illetően, meg az elmúlt évben is a pandémia nem érinti mindenkit, biztos, hogy benne lesznek meglepetések. Hisz tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy érintett árbevételbe, piaci eleményességbe egyes vállalkozásokat. Következő még nehezebb lesz, bízom benne, hogy ma lesz egy sikeres Top 100, és így benne vannak, tovább is tal fogunk maradni. A 100-as listán idén 9 új szereplő található, de nagyjából minden évben hasonló a fluktuáció. A kiadvány összeállításához évről évre nagy segítséget nyújt adatok szolgáltatásával az adóhivatal. Elsősorban az árbevétel az, ami meghatározza a Top 100-ba kerülést, de az elismerés alapja az nem feltétlenül csak ez, hanem minden olyan innovatív, újszerű gazdasági megoldás, vagy a megye gazdasági életében betöltött szerep alapja lehet a jelölésnek és a választásnak. A rendezvényen a gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt közel 2 év mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak nehézségeket okozott. A Szabolcs megyei vállalkozások is igazolják azonban, hogy a járvány közepette is lehet fejleszteni, bővíteni, tette hozzá. Jól tudjuk és jól látjuk, önök is jól látják, hogy az újraindítás legalább annyira nehéz feladat a gazdaságpolitika számára, ugyancsak ugyanúgy, mint a vállalkozások számára, mint a gazdaság végelme volt. Látjuk az ellátási láncok töredezettségét, látjuk a szállítási költségek növekedését, látjuk, hogy a szűk keresztmetszeteken ülő vállalkozások hogyan húznak hasznot a válság utáni újraindulásból. A kormányhivatal vezetője a megyei foglalkoztatásról beszélt előadásában. Mint mondta, a munkaerőpiaci helyzet javult tavalyhoz képest. Szavai szerint itt is nagy segítséget jelentettek a járvány kezdete óta bevezetett támogatások, úgy mint az ágazati bértámogatás, a csökkentett munkaidős foglalkoztatási, valamint a munkahelyteremtő és megtartás segítő támogatások. Ezek az elmúlt 2 évben összesen 35 000, minden 7. munkavállalót érintettek a megyében. Hozzátettem, a legnagyobb probléma a megfelelő munkaerő megtalálása. Terültünk odáig egy krízis alatt, hogy abból a probléma változóban, amely probléma változóban az egyik fontos eleme az volt, hogy sok a munkanélküli, eljussunk egy olyan probléma irányába, ami egy sokkal kedvesebb probléma, azt gondolom mindannyiunk számára, ha megy egészét nézzük, annak a problémának az irányába, hogy hogyan lehet a munkaerőt biztosítani egy-egy céghez. Én azt gondolom, hogy ennek a szabályozási rendszer az megfelelően kialakult. Az első kiadványt több mint 20 éve adták ki, idén pedig már 14. alkalommal került rá sor. A Top 100-as lista első 3 helyén a Michelin, a Master Good és a Lego végzett, míg a Top 100 gazdasági díjat idén Révész Bálint, a Révész cégcsoport alapító tulajdonosa vehette át. Átlagosan 15%-kal emelkedik a Nyíregyházi Egyetemen dolgozók bére januártól. Ez már a második béremelés lesz az alapítványi átalakulás óta. Legutóbb szeptemberben nőttek a fizetések, akkor is 15%-kal. A januári béremelés differenciált lesz, amelynek 2 alappillére a mérhető intézményi és egyéni teljesítmény.
Egy mesteroktató bruttó bére januártól 400 ezer forint lesz, hasonlóan a tudományos munkatárshoz, aki bruttó 400-500 ezer forintot vihet majd haza, de egy egyetemi tanár bére bruttó 1 millió forintra nő jövő évtől. A bérfejlesztéseknek köszönhetően a bérolló nem nyílik tovább, és perspektívikus bérmodell is elérhetővé válik az oktatók, kutatók, tanárok részére. A munkabér emelését a modellváltás alapozta meg, nyilatkozta az egyetem kancellárja. 2021. augusztus 1-től a Nyíregyházi Egyetem modellváltó egyetemként, magánegyetemként a Nyíregyházi Egyetemért alapítvány fenntartásában működik. Ez a jogállás változás azonban hozott magával nagyon sok más pozitívumot is. Többek között azt, hogy a Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a egyetemet fenntartó Nyíregyházi Egyetemét Alapítvány egy hosszú távú keret megállapodást írt alá, és egy 5 évre szóló közfeladat finanszírozási szerződést. Ezek pontosan meghatározzák azokat a költségvetési, azokat a támogatásokat, amiből az elkövetkezendő években a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodhat. Ehhez azonban indikátorok teljesítése is szükséges, tehát nekünk olyan feltételeket szabtak ezen szerződésekben, aminek a megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkatársainkat motiváljuk a bérfejlesztéssel is. A leghangsúlyosabb bérfejlesztés az oktatói munkakörben valósul meg január 1-től, de a nem oktatói, azaz az oktatássegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók is már szeptemberben is kaptak egy 15%-os béremelést, és most is egy 15%-os bértömeggel fogunk gazdálkodni, amiből nem egyenlő módon, differenciáltan fognak a munkatársaink béremelést kapni. A munkabér mellé jóléti kafetériás juttatást is adnak a munkavállalóknak, amely idén hosszú évek óta először bruttó 200 ezer forint jelent a dolgozóknak. Az általános munkabér emelése mellett többletmunkával továbbra is többletjövedelem érhető el, valamint megmarad a közvetlen munkáltatói elismerések rendszere, nyilatkozta az egyetem rektora. Változó ugye a béremelés mértéke, ez munkakörönként beosztásoktól is függ. Természetesen akik tudományosan már letették azokat az eredményeket, amiket elvár a felsőoktatás, értelmi tudományos fokozatszerzés, egyetemi tanári fokozat megszerzése, azok többet fognak kapni, de azt gondolom, hogy senki nem panaszkodhat, hiszen a 400 ezer forinttól 1 millió 200 ezer forintos fizetések lesznek a Nyíregyházi Egyetemen, és ehhez még társul az, hogy különböző úgymond bónuszokat is be fogunk vezetni, abban az esetben, hogyha az indikátorokat teljesítjük. Tehát ez a bérfejlesztés, ez nem egy ajándék, úgymond, hanem ez különböző feltételekhez is lesz majd kötve. Az a feltétel, hogy amit az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány megkötött, azokat az indikátorokat, amiben nekünk, amiket nekünk teljesíteni kell, azt valóban teljesíteni kell, hiszen a finanszírozásunk fog ettől függni. A bérfejlesztés egy feltételrendszer eredménye, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nyíregyházi Egyetem Alapítvány állapított meg. A jövőben további elismerésekkel motiválják majd a dolgozóikat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések közül Kék és Tisza Adon nyerte el a Start Plus 2021 elnevezésű oklevelet. A belügyminisztériumtól kapott díj településenként mintegy 10 millió forintos közfoglalkoztatási támogatást jelent az önkormányzatok számára. Idén szeptember 23-án rendezték meg Nyíregyháza főterén az 5. közfoglalkoztatási vásárt. A főtéren felállított faházakban a megye 100 települése mutatta be a közfoglalkoztatásban dolgozók értékteremtő munkájának gyümölcseit, illetve gyümölcsleveit. Pór Sándor, Kék község polgármestere épp az aranytermékdíjas berkenye italból visz kóstolót az érdeklődőknek, akik a gyümölcsöt lekvár vagy épp pálinka formában is megízlelhették. December 15-én Kék község mellett Tisza Adony polgármestere is átvehette azt a 10 millió forint támogatással járó oklevelét, amelyet a megyeházán tartott sajtótájékoztatón adtak át a belügyminisztérium munkatársai. Azt gondolom, hogy mind a két településnek sikerült megtalálni egy-egy olyan terméket, amit prémium minőségben tudnak előállítani. Ugye, Tisza Adony tekintetében ez a kecske sajt, itt az önkormányzat kecskék tartásával is foglalkozik, és kecske sajt előállításával.
ez Kék esetében pedig a berkenye, amiből kiváló termékeket állítanak elő. Úgy gondolom, hogy mind a kettő egyfajta kuriózum is egyúttal, és mutatja azt a kreativitást, ami megvan a polgármesterekben, a közfoglalkoztatás szervezőkben, és természetesen azt a munkát, amit a közfoglalkoztatottak elvégeznek, mert ugye ahhoz, hogy ilyen jó minőségi termék legyen, ahhoz bizony kell a közfoglalkoztatottaknak az odafigyelése és az a kimagasló munka, amit végeznek. Kéken 11 hektáron gazdálkodnak a közmunkaprogram segítségével. A jelenlegi adatok szerint mintegy 60 közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzat alkalmazásában. Én pozitívnak tartom a elmúlt 10 évben elért eredményeket, hiszen korábban körülbelül 200 fővel indult, 180-200 fővel indult a start közfoglalkoztatás, akkor volt a legnagyobb munkanélküliség a településen, és a közmunkának köszönhetően nagyon sok ember kapott munkalehetőséget. Ez nem csak azért fontos, mert egyik a legfontosabb az, hogy plusz forráshoz jutottak az emberek, a másik meg, hogy akik nagyon régóta otthon voltak munkanélkülin, és munkanélküli segélyen, azok hozzászoktak egy rendszeres munkához. Tiszaadonyban kecsketenyésztéssel is foglalkoznak a programban résztvevők. Jelenleg 200 fejős állatot gondoznak. Az állatok takarmányozásához 20 hektár földterületet bérelnek. Maga a kecske és a tej az nagyon régre vetíthető vissza, még a közfoglalkoztatás előtt a szociális földprogram keretében azzal segítettük a hátrányos helyzetű lakosokat, hogy kecskéket helyeztünk ki. Majd mikor több tej lett, akkor a tej feldolgozása, és ahogy megjelent a közfoglalkoztatás, akkor itt egy nagyobb anyagi támogatással eszközöket, gépeket tudtunk beszerezni, és így amikor már több lett termelés volt piaci alapra, működött, akkor elvárás volt, hogy nem közfoglalkoztatási keretek között kell működtetni, hanem jelen esetben ugye a szociális szövetkezetként, aminek viszont az a nagy előnye, hogy ugye nem a közfoglalkoztatottali bért kapják ők meg, hanem rendes a garantált minimálbéreket tudjuk nekik kifizetni, de ezért azért elvárjuk a teljesítményt is, hiszen itt szombat, vasárnap is kell dolgozni. A közfoglalkoztatási program minden év március 1-én indul, és maximum a következő év február végéig tart. Román István kormány megbízott a sajtótájékoztatón megerősítette, jövőre is folytatódik a közfoglalkoztatás. A jövő áprilisi országgyűlési választással egy időben is megtarthatják azt a népszavazást, amelyet gyermekvédelmi ügyben kezdeményezett a kormány. Az időpontról a köztársasági elnök dönt majd. A kérdésben több vitája van a kormánynak az Európai Unióval, ezeket tisztázhatja a referendum eredménye, hangzott el egy sajtótájékoztató Nyírbogáton. A szavazók 4 kérdésre válaszolhatnak, melyek arra irányulnak majd, ki döntsön gyermekeink szexuális neveléséről. Nekem az a véleményem, hogy a szülőnek joga és egyben kötelezettsége a gyermekek szexuális nevelésének az irányítása, sőt, mi több, ugye, a végrehajtása. És ilyen formán elzárkózunk és ellenállunk ezen brüsszeli, soros és baloldali nyomásnak. Jelentősen növelni a szelektíven gyűjtött hulladék arányát az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A megyei társaság adatai szerint jelenleg a kommunális hulladék 10%-a válogatott szemét, az uniós átlag pedig 50% körüli. A növelés érdekében épül egy nagyon modern válogató csarnok a megyeszékhelyen, és megkezdi működését egy új hulladék udvar Máté Szalkán. Folyamatosan viszik a papírhulladékot a nyíregyházi hulladékudvarba. Sokan gyűjtik szelektíven a szemetet a megyeszékhelyen, de nem elegen. Erről beszélt az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője 35 perc című műsorunkban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelen pillanatban a vegyesen összegyűjtött, tehát ez a szürke kuka, amit vegyesen mindenki kivisz a háztartásából, durván olyan 120 ezer tonna hulladék keletkezik egy év során. Ez így kimondva nem olyan nagy, de ez gyakorlatilag 120 ezer darab személykocsinak a súlya, annyi keletkezik. Ezzel szemben, ami szelektív hulladék, az körülbelül olyan 12 ezer tonna, tehát durván azt mondhatjuk, hogy 10% a szelektív hulladék aránya. Ezt a jövőben mindenképpen még nem is azt, hogy ajánlott, hanem szükséges lesz magasabbra emelni ezt az arányt, tehát hogy minél több hulladékot igyekezzünk szelektíven begyűjteni.
Annak érdekében, hogy növelni tudják a szelektíven gyűjtött hulladék arányát, több fejlesztést is terveznek a megyében. Nyíregyházan egy modern válogatóüzem épül, Máté Szalkán pedig egy új hulladékudvar nyílt. Én úgy gondolom, hogy a szelektív gyűjtéshez igyekszünk a infrastruktúrát és a lehetőséget megteremteni. Első lépés volt, hogy minden a megyében jóformán minden családi házat a társulás közreműködésével 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edénnyel tudtunk ellátni. Továbbá ez jelenleg is fennáll a társasházaknak ez a lehetőség, hogy ők is kaphatnak, ingyen is használhatnak ilyen szelektív hulladékgyűjtő edényt. Ahogy ezek az edények kihelyezésre kerültek, a szelektív hulladék mennyisége folyamatosan nő, de a mi válogató kapacitásunk jelenleg erre a 10, maximum 15 ezer tonnára képes. Éppen ezért a társulás egy KEHOP pályázat keretében állami és EU-s támogatásból bővíti ezt a válogató gépsort. A legmodernebb optikai válogatókkal kerül majd felszerelésre a hulladékválogató gépsor, és ezzel a jelenleginek többszörösét tudjuk majd, a jelenlegi hulladékmennyiségnek többszörösét tudjuk anyagfajtánként szétválogatni. A hulladékudvarokat a két ünnep között is igénybe vehetik a lakosok, általában reggel 7 és dél között vannak nyitva. De részletes tájékoztatást a társaság honlapján, az eakhulladék.hu oldalon találnak az érdeklődők. Váci Mihály születésének 97. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést Nyíregyházán, ahol Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója mondott ünnepi beszédet. Ezt követően helyezték el a város egyesületei a koszorúkat a költő emléktáblájánál. Váci Mihály megyén kitüntetett jelentőségű költője, akinek nevét több intézmény is viseli. Ő a magyar irodalmi életbe egyetemesen írta be magát, de hogy a szülőföldhöz való kötődése az utolsó leletéig megvolt, sajnos, hogy mint köztudott, hogy Hanoiba halt meg egy kulturális delegáció tagjaként, parlamenti delegáció tagjaként, ő a szabolcsi gyökereit, Nyíregyházához való kötődését soha, de soha nem tagadta meg, sőt, ahol csak lehetett, mindenütt propagálta, és próbált segíteni azokon az embereken, akik olyan helyzetben voltak, hogy segítségre szorultak. Újabb két megyei vonatkozású kulturális örökséggel bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár gyűjteménye. Magyarország megyénkből elszármazott minisztere gróf Lónyai Menyhért öröksége mellett a Bereg Daróci Sukta Bertalanné népi iparművész munkásságát vette fel az értéktár bizottság a szellemi és tárgyi hagyatékaink listájára. A Tisza szabályozásában is részt vett. Nevét a Lónyai főcsatorna is őrzi, de a Nyíregyháza-Ungvár vasútvonal építtetésében is fontos szerepe volt a Magyar Királyság megyénkből elszármazott miniszterének, gróf Lónyai Menyhértnek. December elején az arisztokrata politikus örökségével bővült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár kulturális hagyatékának listája. Erről a megyeházán tartottak tájékoztatót. A reformkori nemzedékhez tartozott. Egy kicsit később született, mint Kossuth vagy Deák, de csatlakozott hozzájuk, és átvette ezt a szellemiséget. Majd az 1848-49-es forradalom után a Bakkorszakban visszavonult, éppen itt megyén Tuzséri birtokára, hiszen előre építették a Tuzséri kastélyt, és amikor Magyarországon gazdasági fellendülés következett be az 1867-es kiegyezés után, akkor ebbe Lónyai Menyhért aktívan bekapcsolódott. Ezek pedig a beregi keresztszemes nagykövetének tartott Sukta Bertalanné alkotásai. A népi iparművész Jándon született, de férjhez Bereg Darócra ment. A községben kiállítás is őrzi munkásságát, ami mostantól a megyei értéktárhoz tartozó kulturális örökségek listáját gyarapítja. Amellett, hogy ő a beregi keresztszemesnek a nagykövete volt, rengeteg tisztsége volt, rengeteg elismerése, de amellett egy nagyon jó ember, és egy nagyon jó beregdaróci ember volt, aki végigkísérte az én életemet is, és azt hiszem, hogy ez mind kell ahhoz, hogy valaki a beregi és felső tiszavidéki keresztszemes hímzésbe, ebbe a küldetésbe bele tudja rakni az életét, nem elég jó végezni ezt a munkát, valóban jó embernek is kell lenni, és Sukta Bertalannéről, Erzsike néniről, ez azt hiszem, hogy nyugodtan elmondható. A tájékoztatón az is elhangzott, Sukta Bertalannénak az Aranykapu Népművészeti Egyesület posztumusz örökös tiszteletbeli tagcímet adományozott. Ezzel a két decemberben felvett kulturális hagyatékkal 146-ra bővült a megyei értéktár értékeinek listája.
Közel 6-7 szünet után játszik ismét hazai pályán bajnoki meccset a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A tabella 11. helyén álló kékcápák az NB1 12. fordulójában a 13. atomerőmű ESE csapatát fogadják. A mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Szegeden lépett pályára a szünet utáni első bajnoki meccsén a nyíregyházi együttes. A vendégek jól kezdték a mérkőzést, a szünetben vezettek is a cápák. A hazaiak azonban utolérték ellenfelüket, és a hajrában maguk javára fordították a találkozót, így a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 86-84-es vereséggel tért haza a Tisza partjáról. Nagyon vártuk már, hogy újra játszhassunk, ugye az egy hónap ez nem tűnik olyan soknak, de érzett ez elég sok volt, ugye? Nagyon jól fel tudtunk készülni egy ilyen mini alapozással, úgymond a új körre. A Szegedet meg szerettük volna verni, tudtuk, hogy egy kemény meccs lesz, ma hazai pályán nagyon erősek. Az elején jól kezdtük a mérkőzést, extrán támadtunk az első fél időbe, 51 pontot dobtunk, ami egy nagyon jó jel volt, de 48 pontot kaptunk, szóval a védekezésünkön kellett volna javítani, ami a második fél időre kicsit alább hagyott, és meg tudták fordítani a mérkőzést, és a végére egy kikémesbe tudtunk belemenni, amiből sajnos most rosszul jöttünk ki. Szombaton hazai környezetben javíthatnak a cápák. A tabella 13. helyén álló atomerőmű ESE lesz az ellenfél, de ez a Paks már nem ugyanaz a csapat, amely 2-8-as mérleggel hozta le az első 10 meccsét. Edzőcsere is volt, játékos cserék is voltak, most megverték hazai pályán a Debrecent, tehát nagyon megerősödtek, illetve egy kicsit kiszámíthatatlan, hiszen egy olyan meccsük van, amikor együtt játszott a keret az új edzővel, ez egy kicsit nehézség a készülésben. De mindent meg kell tennünk azért, hogy győztesen hagyjuk el a parkettát. A csapat számít a szurkolók támogatására is, mert mint Mohászki Máté elmondta, kritikus helyzetekben sokat jelent számukra a lelátóról érkező buzdítás. Nagyon sokat segítenek, mivel ugye nem nagyon voltak eddig nagyon sok szurkolóink a meccseken, de ez egyre több már meccsről meccs a hazai pályán. Külön öröm az, hogy még a idegenbeli meccseken az U20-as csapat is buzdít minket, ami egy plusz erőt ad nekünk kritikus pillanatokban. De hazai pályára visszatérve nagyon jó így játszani, hogy ilyen hangulat van, és hogy be tudnak minket hajszolni egyes szituációkban a győzelembe. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks atomerőmű ESE mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Szolnok, Körmend Kecskemét, Kaposvár Sopron, Pécs Szeged, Oroszlány Albafehérvár és Deac Szombathely. December 16-án csütörtökön a Kölcsey Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd Önöket, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Éjjel az észak felől érkező hidegfront hatására egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, ugyanakkor a keleti tájakon még hajnalban is erősen felhős vagy borult lehet az ég. Jelentéktelen eső fordulhat elő néhol. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 fok között alakul. Pénteken egyre kevesebb felhőre számíthatunk, az északnyugati szél a Tisza tágabb térségét leszámítva nagy területen lesz erős, a Dunántúlon és a Bodrog közben több helyen viharos széllökésekre is számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű.